35 éve mutatták be Tom Cruise egyik leghíresebb filmjét, a Top Gun-t, ennek kapcsán pedig összegyűjtöttünk 10 olyan tényt vele kapcsolatban, amit nem biztos, hogy tudtatok. A bemutatója óta eltelt 3,5 évtized alatt a Top Gun-t kikiáltották már a régen ér a tökéletes tükörképének, Hollywood legélvezetesebb homoerotikus filmjének, az amerikai tengerészet propagandájának és Tony Scott legnagyszerűbb rendezésének. De ha csak a puszta tényekre szorítkozunk, akkor is egyértelmű, hogy a 80-as évek egyik legfontosabb moziáról beszélünk, ami egy csapásra globális sztárt csinált Tom Cruise-ból, a filmben viselt napszemüvegéből pedig népőrületet. A premier 35. évfordulója, valamint a jelenállás szerint 2021. november 19-én érkező folytatás, a Top Gun Maverick apropóján pedig elérkezettnek láttuk az időt arra, hogy összegyűjtsünk 10 olyan érdekességet a blockbusterrel kapcsolatban, amiről talán még a legtehetségesebb pilóták sem tudtak. A California magazinban megjelent egy beszámoló a San Diego-i légi támaszponton állomásozó vadászpilóták mindennapjairól. A Top Gun névre hallgató cikk pedig eljutott a producer Jerry Bruckheimerhez, aki már azzal a felkiáltással mutatta meg azt kollégájának, Don Simpsonnak, hogy ebben benne van egy a Földön játszódó Star Wars lehetősége. Megérzése helyesnek bizonyult. A Top Gun azon jeleneteit, melyekben vadászgépek szállnak fel vagy le, Tony Scott rendező egy épp bevetésen lévő repülőgép hordozón vette fel. Akadt azonban egy probléma, a direktor azt szerette volna, hogy a repülőgépekre hátulról süssön a nap, azonban az anyahajó tervezett irányváltása ezt nem tette lehetővé. Amikor pedig megkérdezte a kapitányt, hogy nem módosíthatnánk-e rajta, azt a választ kapta, hogy ez a hadtestnek 15 000, egyes források szerint 25 000 dollárjába kerülne. A direktor azonban ennek hallatán nem jött zavarba, sőt, rögtön kiállított egy csekket a szóban forgó összegről. Cserébe a hajó még 5 percig tartotta az irányt, elég időt adva ezzel Scottnak, hogy felvegye a nyitó jelenetben látható részeket. Bár az 1983-as kockázatos üzletben nyújtott Golden Globe-díjra is jelölt alakítása miatt Tom Cruise már ismert névnek számított, amikor a Top Gun castingja elkezdődött, Tony Scottnak nem ő volt az első számú jelöltje a főszerepre, hanem Matthew Modine. A színész azonban visszautasította a lehetőséget, hogy helyette megformálhassa a főszerepet Stanley Kubrick acéllövedékében. Az emberi természetről szerettem volna mesélni, arról, hogy milyen hatással van ránk a háború, és arról, hogy a harctéren nem csak fizikai értelemben vett sebeket lehet szerezni, indokolta meg a döntését egy interjúban, majd így folytatta. Úgy éreztem, hogy az acéllövedék története sokkal fontosabb számomra annál, hogy újjal mutogatunk az oroszokra, hogy igazából ők a rossz fiúk. A 80-as években jártunk, amikor még régen volt Amerika elnöke, és ekkoriban rengeteg hasonló üzenetű film készült. Én viszont már akkor is úgy gondoltam, hogy az igazság ennél sokkal komplexebb. A Top Gun forgatásáról szóló legendák egyike szerint a hangárban játszódó jelenetek felvétele közben pár tengerésztiszt szóvá tette, hogy a filmben látottakkal ellentétben az igazi vadászpilóták uniformisan nincs tele felvarrókkal. Erre Tony Scott a rá jellemző stílusban csak annyit válaszolt, hogy ezt a mozit nem a vadászpilótáknak készítik, hanem kansasi farmereknek, akiknek biztosan nem fog feltűnni a különbség. A munkálatok befejeztével a Paramount Pictures tartott pár tesztvetítést a Top Gunból, amelynek résztvevői mind ugyanarra panaszkodtak, hogy Maverick és a Kelly McGillis által megformált Charlotte szerelme a kevés romantikus jelenet miatt nem érződik hitelesnek. A stúdió ezért arra kötelezte Tony Scottot, hogy utólag forgasson le legalább még egy szcénát. A probléma csak az volt, hogy McGillis ekkor már egy másik szerep kedvéért sötétebbre festette a haját, a szóban forgó rész kékes színvilága egyes források szerint épp ezt volt hivatott elrejteni. A Top Gun popkultúrára gyakorolt hatását jól mutatja, hogy még a film zenéjét tartalmazó albumból is 9 millió darabot adtak el, csak az USA-ban. Ez nem kis érdemben annak köszönhető, hogy a filmhez kapcsolódó legismertebb dalért minden idők egyik legfontosabb elektronikus zenei producere, az ekkor már a Flashdance-nek és az Éjféli Expressnek köszönhetően 2 Oscar-díjas Giorgio Moroder felelt, aki a Berlinnel közös Take My Breath Away-ért is hazavihetett egy aranyszobrot. Vele ellentétben azonban sokan nemet mondtak az alkotók megkereséseire. A Judas Priest egykori gitárosa, K.K. Dunning például elárulta, hogy a Top Gun vége alatt eredetileg a Reckless című számuk szólt volna, a zenekar azonban úgy érezte, hogy a készülő Turbo című lemezük flójának túl fontos része a dal, márpedig a filmesek által kínált szerződés értelmében az utóbbira nem kerülhetett volna fel. Így végül inkább nemet mondtak.
Bryan Adams és Bruce Springsteen pedig azért nem engedélyezte, hogy a számaik, egészen pontosan az Only the Strong Survive, valamint a Born in the USA felcsendüljenek a blockbusterben, mert úgy érezték, hogy az túlságosan pozitív képet fest a háborúról. Guy Buzz Snodgrass parancsnok, az amerikai haditengerészet 1969-ben alapított vadászharcászati iskolájának egykori oktatója tavaly megjelent, az igazi Top Gunról szóló könyvében elárulta, hogy bárki, aki idézni mert náluk az 1986-os blockbusterből, $5 bírságra számíthatott. Hogy miért? Mert senki sem csinálhat viccet a Top Gunból azzal, hogy az azonos című filmhez kapcsolja. Bár Ridley Scott öccse, Tony Scott rendezői debütálása, az 1983-as az Éhség című vámpírtörténet a mozipénztáraknál és a kritikusoknál is megbukott, az egyedi stílusú, gyönyörű felvételekkel teli film felkeltette a hollywoodi filmek stílusát egyre inkább megunó Jerry Bruckheimer és Don Simpson producerek figyelmét. Miután pedig meglátták a Saabnak forgatott és egy vadászgépet is felvonultató reklámját, rögtön felajánlották neki a Top Gun rendezői székét. Később azonban megbánhatták döntésüket. A direktort ugyanis háromszor is kirúgta a filmet gyártó Paramount, hogy aztán háromszor vegyék vissza. Először azért bontottak vele szerződést, mert a stúdió szerint túlságosan is k***vásan ábrázolt a Charlotte-ot. Majd amikor a döntéshozók jelezték felé, hogy nem tetszenek nekik az általa használt szűrők, a direktor szimplán figyelmen kívül hagyta a megjegyzést és úgy forgatott tovább, mintha semmi se történt volna. De még ezt is tudta tetőzni azzal, hogy a röplabdázós jelenet forgatása 2 napig tartott, miközben a forgatókönyvben nem volt hosszabb egy bekezdésnél. 2011-ben a kínai központi televízió leadott egy a kínai népi felszabadító hadsereg hadgyakorlatáról szóló riportot, amelynek egy pontján egy vadászgép rakétával kiiktat egy másikat. Ez önmagában valószínűleg nem hangzik túl érdekesen, az internetet azonban hamarosan elárasztották az arról szóló hírek, hogy a szóban forgó részt igazából a Top Gun fináléjából vették át. Az ország vezetése, illetve a tévéadó ezt természetesen sohasem ismerte el, minden esetre sokat mondó, hogy az ominózus videó pár órával később eltűnt a CCTV oldaláról, de szerencsére a különböző összehasonlítások révén máig visszanézhető. A Paramount azért halasztotta 2021. november 19-ére a Top Gun Maverick bemutatóját, mert Tom Cruise szeretné körbeturnézni a filmmel a világot, erre pedig a koronavírus miatt nyáron még nem lett volna lehetősége. A színészben pedig még a Top Gun sajtókörútjának idején fogalmazódott meg a nemzetközi sajtókampányok ötlete. Elképesztő időszak volt, mesélte, majd így folytatta. Körbeutaztuk a világot, Olaszország, Párizs, Japán, összesen azt hiszem 4 hónapig tartott a turné. Akkoriban ezek a turnék hónapokig tartottak, mivel heteket töltöttünk egy helyen, amit nagyon élveztem. Szeretem a premiereket, először én álltam elő azzal az ötlettel, hogy minden országban legyen egy premier, de el kellett telnie pár évnek, mire bevett gyakorlattá vált. Fejezte be gondolatmenetét a rájellemző szerénységgel. Íme tehát 10 dolog, amit nem biztos, hogy tudtatok a Top Gunról. Ti mit gondoltok a filmről? Szerintetek is a 80-as évek egyik legfontosabb darabja? Vagy épp ellenkezőleg? Kommentben jöhetnek a pro és kontra érvek, és ha tetszett a videó, akkor csekkoljátok az Oscarról készült hasonló szállításunkat. Hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!